Tiszteletre köszöntjük a kedves hallgatókat és a nézőket! Ez itt a háttérkép Boros Imrével és Bogár Lászlóval. Sziasztok, drága Sziasztok. barátaim! Szerintem nem túlzok, ha azt mondom, hogy fennállásunk legnehezebb adása előtt állunk. Nyilván kitalálták a kedves nézők, egy témánk lesz, az, ami Izraelben zajlik. És hát, hogy ennek mi lesz a kiveletele. És nyilvánvaló, hogy rengeteg szempontot kell, vagy kellene itt most nekünk figyelembe vennünk. Én, ha megengeditek, mondok egy picivel hosszabb bevezetőt, és utána átadom nektek a terepet. Az első és legfontosabb dolog, amit én el tudok mondani, az az a, az a megdöbbenésem és az iszonyodásom. A megdöbbenésem azon, hogy, hogy mi történt és az hogyan történhetett meg. Az iszonyodásom, hogy mi az, ami történt. Az a tényleg minden emberséget levetkőző szadista borzalom, ami történt most ott ezekben az izraeli kibucokban, meg, meg városokban, arra nekem egész nincsenek szavai. A kapával levágott fejű filippino munkás képe valószínűleg életem végéig kísérteni fog. És akkor még hála a jó Istennek nem kellett látnom mondjuk 40 lefejezett csecsemő képét. Szeretném hangsúlyozni, hogy én azt gondolom, hogy erre, nincsenek szavak, és erre nincsen mentség. És ráadásul az is nyilvánvaló, hogy ez egy olyan érzelmi eskalációt indít el a megtámadott félből, aminek szintúgy beláthatatlanok a következményei. Pont azt mondtam adás előtt a hogy ha most én lennék az az izraeli katona, aki bement abba a kibucba először, és én találok ott 40 lefejezett csecsemőt. Én ameddig élek, addig arabokat írtanék. Mert, ez, mert, mert ezt nyilván érzelmileg nem lehet feldolgozni. Másképp Miköz, nem lehet feldolgozni. miközben, miközben valamiféle kívülállóként ugye nyilván azt kell mondani a keresztény embernek, hogy persze, az ellencsapás érthető, ezt nem lehet el, ezt egyetlen állam sem tűrheti el, de hát, hogy legyetek irgalmasok, mondja ugye ilyenkor a keresztény ember. Csak még egyszer mondom, egy, egy ilyen érzelmi sokban valószínűleg az, az irgalom az, az kiveszik az emberből, és és az irgalmatlan válaszcsapás pedig nyilván a másik oldalból fogja ugyanezt kiváltani, és bele kell egy olyan spirálba, aminek a, a jó Isten tudja, hogy mi lesz, vagy mi lehet a vége. Ezért mondom az iszonyodásomat, mert egyszerűen föl sem tudom fogni, hogy hogy mi az, ami még itt következik. És a másik része, amit azóta döbbenten figyelek, a nyugat nagyvárosaiban, Berlintől, Torontón át, Szidnéig olyan jelenetek zajlanak, ami egyfelől megint csak elborzasztó, másfelől mindazon józan politikai erőt, és itt most elsősorban gondolok saját magunkra, <kül> most. Ha nem lenne ez egy ilyen nagyon rossz és nem ideillő szó, akkor mást mondanék, de nem jut hirtelen jobb eszembe. Elég tétellel is, és, és bizonyossággal kell eltöltsön, hogy egy helyes politika van. Nem beengedni ezt a világot Európába. Mert nem összeegyeztethető a kettő. Tehát ha én most egy német vagyok, és azt látom, hogy Berlin utcáin arab tömegek üvöltik, hogy mocskos zsidók, és lengetik a palesztin zászlót. Ha Ausztrál vagyok... Mit, hogy... Washingtonban? Washingtonban? ugyanez. Ausztráliában, amit főleg tudok fogni, Sydneyben az operaház előtt gázt a zsidóknak üvölti az arab tömeg. Szóval ezek olyan jelenetek, hogy aki, aki ezek után még mindig képes azt mondani, hogy ennek a világnak helye van itt, és ezeket ide be kell engedni, az egész egyszerűen védhetetlen. És a harmadik megdöbbenésem, bár ezen vagyok talán a legkevésbé megdöbbenve, hogy úgy látom, hogy visszatértünk a 60-as, 70-es évek, 80-as évek kétpólusú világának a az izrael kapcsolatos politikai állás, világába, nem. csak minden, minden, helyet cserélt mindennel. Ugye a 60-as, 70-es, 80-as, a szovjet világban, a két világban a szovjet blokk megszakítja diplomáciai kapcsolatait Izrael-el, Izrael a izrael Armageddon, Izrael a rossz, és mindenki az arabok talpát nyalja Itt Nyugat pedig feltétel nélkül támogatja Izraelt, és hagyd ne mondjam végig. És most mit látunk? Minden neomarxista, meg vok, meg gender, homoszexuális és LMBTQ szervezetek tartanak ma szimpátia tüntetést a palesztínok mellett és Izrael ellen, miközben majdnem azt mondtam, hogy tudják, de nem tudnak ezek semmit, de attól még tény. Ők lennének az elsők, akiknek levágnák a fejüket, hogyha tehetnék. Neomarxisták, vok, gender, az egész nyugati mainstream leapsip aloldal ma ugyanazt csinálja, amit a szovjet blokk csinált 30 éven keresztül, az arabokat élteti és elítéli Izraelt. És én itt állok, ülök, és már nem értem az egészet. És azt gondolom, hogy semmi sem igaz, és ha semminek az ellenkezője sem igaz. És az iszonyodásom lényege, hogy nem tudom, hogy hol lesz ennek a vége. Én nagyjából ennyit tudok, és ennyit akarok elmondani. Drágáim, ha tudtok valami okosat hozzátenni a helyzethez, akkor hajrá! Okosat biztos nem, de azért megpróbálunk valamit kitalálni. Amit én is ezen nagyon elgondolkodtam, hogy mi megy. Valahogy az rajzolódott ki nálam, hogy az egyik tendencia vagy törekvés az nyilvánvaló volt, hogy a világ nemzetközi pénzhatalmasai, ha lehet a világon menni, nagyobb szeletet akartak maguknak véglegesen a birodalmukból beolvasztani, szerették volna, és ide rátérünk, hogyha ennek Oroszország is részévé válik a beolvasztottaknak, ugye arról már többször beszéltünk ott túl a háború, Bocsánat, ennek... meg ne feled szabad, csak pont ezen is kínunkba nevettünk Lacival. Múlt hét szombat, az, az iszonyat napja óta megszűnt az orosz-ukrán háború, ugye? A világ hát, sajtóban lekerült a, a arról hogy, hogy orosz-ukrán Bocsánat, nekem erre az a válaszom, azért, mert megnyílt a második ukrán a front. front. Ja. Zelenszky szerencsétlen, hülye, kétségbe esette rohangál a NATO központba, Brüsszelbe, feltétlenül el akar utazni, hogy, Izraelbe, még itt vagyok, itt hogy jelezze, még hogy egy... -ho, én is itt vagyok, vagyok még nálunk is mink mink van mink mink háború. Hozzátok, na, na, szóval a helyzet, helyzet az, hogy tehát volt egyrészt az a törekvés, és ez a nemzetközi pénzhatalom eszközül használta a bevándorlást. hogy Angela Merkel adta ki a jelszót, Welcome comments Culture, meg egyéb, és mindenki le volt Gyalázva, hogyha ezt nem követte, borzalmas, szörnyű és rettenetes. Ugye az Európai Unióban talán mi voltunk a lengyelekkel azok, akik ennek a kurzusnak az elejétől kezdve szépen ellenálltunk. Tehát ez volt az egyik törekvés, ez a, hogy mondjam, a nyugatot végképp bedarálni a nemzetközi pénzbirodalomba, úgyhogy még az a kevés, mondjuk azt, hogy európaiság, vagy azon belül németség, franciaság is tűnjön el a bánatba, kész vége, ez kellene például a migránsok, hogy egy kis ramazulit csinálják. Észre se vettük, hogy van egy másik törekvés is. Van egy másik törekvés, és ez nem most keletkezett, bocsánatot kérek, történet kell, mindannyian szeretjük meg, követjük meg, nem mindig értünk azzal, amire tanítottak minket ebből a történelmi órákon. Egy másik törekvés, ami az iszlám világ képviselő, ők pedig azt mondták, hogy az az egyedüli hit, az igazi hit, az összes többi az hitetlen, menjenek a fenébe, és megkezdték a hódítást Európát is több menetben. Hát ha valaki, akkor Magyarország erről retetesen sokat tud beszélni, ugye? Fehérvárostól, Mohácsostól, stb. 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 Na most ők meg azt, hogy Jaj, mi vilkomázva vagyunk itt. Hát úsdi menjünk, árkon, bokron, százával, ezrével, lehetőleg katonaviselt 30-as, 40-es éveikben lévő férfi emberek, azt özöljünk be, itt vannak ezek a balfácának az ő olvasatukba, ezek eltartanak bennünket, segély van, minden van, nőket meg lehet erőszakolni, nagy gond nincs, bíróság felment bennünket, mert emberi jogok, meg hasonló. Tehát ők a maguk módján elképesztően, szinte szatíraként élték meg azt, ami Európában van. De neki kedvező és őket mulattató szatíraként. És most jött el az igazság órája, na ezt nem tudom, azt hiszem hárman se fogjuk megfejteni, hogy kinek jött az az ötlete, hogy jó vagy rossz, én a hajlok, hogy akkor most az ukrán-orosz háború fölé betolunk egy másik konfliktus, kirobbantjuk ezt a konfliktust, és a világ főhatalmat és annak a főhadiszállásod, az Egyesült Államokat lehetetlen helyzetbe hozzuk. Mert most ebben a pillanatban mit kéne csinálni az öreg Bidennek, aki egyébként ugye rendkívül szorgalmas, nagyon a figyelni, koncentrál, stb. Semmi más nem kéne csinálni, mint változatlan Ukrajnát százból, ezerből támogatni. És hát Izrael nem hagyhatja ott, bár tudjuk, hogy őnek ez az izraeli kurzus abszolút nem tetszik, Netanyahuval, aki egy nemzetállamot szeretne Izraelből összerakni, de ezt nem teheti meg, hogy nem támogatja, sőt, teljes skálába, Amerikában van körülbelül 8 millió zsidó állampolgár, további 15 millió utána néztem a számoknak, az, aki jogosult izraeli útlevérés állampolgárság a hazatérési törvény szerint. Ez azt jelenti, hogy ha az egyik nagyszülője zsidó volt, akkor oké, okay. plusz még van egy csomó, kvázi aktívan filoszemita, ugye? Ez egy hatalmas választói blokk. Ezt nem engedheti hát, meg most. E nem. Plusz az Egyesült Államok gazdaságának, pénzügyeinek, hát vezet a, hány hát Na, a vezetői, a vezetői, ezről már nem is beszélünk. csak, csak ér, az álomról beszéljünk, ugye? Tehát gyakorlatilag nem tehetik meg. Ugyanakkor viszont, és szerintem volt időzítés. Tudják, hogy Amerika, az Egyesült Államok Állam pénzügyei a padlon vannak. Tehát nincs költségvetés, már folyik az a költségvetés, amiben nincs. Van egy átmeneti költségvetés, abba ukrán pénz nincs. Hogyan lenne abba Izraelre pénz? Na most akkor ebből kell gazdálkodni, ugye? Ebből kell gazdálkodni, ebből kell kiindulni. Tehát én azt mondom, akik ezt az egészet mostra időzítették, Elég pontos képük van a nyugatról és a nyugat fájdalmairól. Bevezetésként ennyit, ez passzolok a lacinak, mert Laci. nagyon sok oldalon áll. Miért? Mielőtt elkezdett, csak ezt is így ide rángatom, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Ez nyilván része annak az iszanyotásomnak, hogy itt mi lesz még. A nevét nem tudom, és teljesen mindegy is, valamelyik szélsőséges ilyen palesztin terrorista vezér azt nyilatkozta néhány nappal ezelőtt, így szólt a mondat, megtanultam kívülről. Izrael csak a kezdet volt. Nem lesz többi a bolygón zsidó és keresztény áruló. Így hangzott a mondat. És már minden szakértő, akit volt szerencsém elolvasni itt az elmúlt négy-öt napba, kivétel nélkül és pártállástól és politikai szimpátiától teljesen függetlenül mindegyik kijelentette. Kijelentő módban Európa egy újabb terror hullám előtt áll. Na akkor ezt is még próbált belevenni az a a is is iszonyodásainkba. Persze, persze. persze, hát felvonodva a lecke, és hajlamos vagyok egyetérteni azzal, amit mondtál, hogy ez a 12 éves fennállásunk óta a... azért egy dolog hirtelen eszembe jut ez a Zsőszűi Sárli dolog is, mondjuk hasonlóan sem nehéz semmi, lecke ez volt, képest. amikor pont aznap történt egyébként. Jó, jó, tehát, hogy hogy de mindenképpen a legnagyobb megpróbáltatása szellemi, lelki, erkölcsi megpróbáltatásaink közé tartozik, és eleve jelezném is, hogy én nem nagyon tartom megoldhatónak az erről kialakított diskurzusunkat, anélkül, hogy időnként ne tennék zárójába a hogy képzavarosan fogalmazzak, a politikai korrekt beszéd kényszerzúbonyát, tehát, nem, nem, ne, tehát hogy ne tennénk azt le. Vannak bizonyos összefüggések, amelyeket nem lehet politikai a tények miatt. a tény el lehet játszadozni a hétköznapok során, hogy de hát azért próbáljunk politikailag korrektek lenni, tehát alkalmazkodjunk ebben az esetben, erre semmiféleképpen nincs lehetőség. Egyébként részben pontosan azért, amit mondtál, hogy senki sem politikailag korrekt, hát ha egy LMB Kúti, akár kicsoda, aki esetleg még zsidó is, és most a palesztinokkal, tehát Izrael-lel szemben. A, tehát a, most akkor a, 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 tehát az, 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 Ha, ha láthatólag ő, aki állandóan arról harsog, hogy politikailag korrekt módon kell fogalmazni, és hát enyhén szólva nem igazán politikailag korrekt, akkor ez azt jelzi, hogy minden felbomlóban van. Tehát ez, ami, ami most történt, az biztos, hogy az egész emberi létezés egyébként is a káosz felé hajló lejtőjén egy nagyon komoly letörés. Tehát ezt azért éreznünk kell. Nem tudjuk még összerakni, mert túl bonyolult ez a kép. Apró mozaikonként próbáljuk majd valahogy összerakni. Az egésznek a a lényegéhez, hogyha mondjuk valóban, ahogy az Imre is mondta, mindig igyekszünk történelmi kontextusban elhelyezni valamit. Itt az elmúlt 12 év során én többször is említettem azt a nevezetes vitát, ami Heller Ágnes és Nádas Péter között alakult ki, 27 évvel ezelőtt, 1996-ban, amikor Heller Ágnes egy előadása utáni vita hevében úgy fogalmazott, hogy tessék tudomásul venni, hogy a holokausz kívül van a történelmen. Tehát már az is gondolatbűn, hogyha a holokausztról kontextusban, tehát el megpróbáljuk történelmi kontextusba helyezni, azzal semmit nem lehet kezdeni, az egyszerűen csak van, és, a, és az emberiségnek csak az a feladata lehet, hogy leborul előtte, és próbál vezekelni mindenki, függetlenül attól, hogy ő ennek nem volt részese, ami a zsidósággal szemben történt, és kétségtelen ennek is van igazságtartalma, de annak is van igazságtartalma, amit rá néhány hétre Nádas Péter egy hétvégi népszabadságban három teljes népszabadság oldalon megfogalmazott, ami ennek tökéletesen az ellenkezője volt, és azt mondta el, hogy kedves Ágnes, pont az a tragédia, hogy nincs történelmi kontextusba helyezve a holokauszt. Pont abból adódik minden súlyos következmény, fenyegető következmény, hogy nincs beemelve a. Tehát, ha Ágnes azt mondja, hogy Kívül van a történelme, én meg azt mondom, hogy be kell hozni a történelembe, fogalmazott Nádas Péter, és az ember hajlamos ezzel is egyetérteni. Most ezt azért idézem fel újra, mert ez is arra hívja fel a figyelmet, hogy vannak rendkívül súlyos, most már nem évszázadokon, évezredeken keresztül húzódó problémák amivel kapcsolatban két kiváló szellemi, a, a, magyar zsidó szellemi elit kiválóságai is egymással tökéletesen szembe menő véleményt fogalmaztak meg, és ilyenkor az ember hát elég nehéz helyzetben van, amikor mert nem kerülhető el, akár mennyire is áthatja az embert indulatilag ez a leírhatatlan szörnyűség, amit elmondtál, ami tényleg csak a holokaus legsötétebb rém tetteihez hasonlítható. Bármennyire is áthatja minnyájuk lelkét az elemi szintű indulat, de azt a finom, szelíd iróniát, amit Karinti Frigyes, de hát Kostolányi, aki de elképzelhető, hogy ezt is együtt fogalmazták meg, Kosztolányító, ezt is sokszor idéztük, hogy csodálkozol a kokainistán, nem érted, gondolkodj el az okainistán, és megérted. Tehát amikor valami szörnyűség történik, akkor nincs lehetetlenebb feladat, mint az, hogy higa tárgyilagossággal megpróbálod Kontextusában, történelmi kontextusában szemlélni azt, amire üvöltve azonnal a legelemi visszacsapás volna értelemszerűen. Tehát tökéletesen érthető és átérezhető. Még csak nem is azt mondanám, hogy bosszú, hanem elég tétel. Egyébként itt érdemes hozzátenni, hogy azért a nagy kultúrák közötti különbséget nagyon szépen jelzi az a kétféle fordulat, az ott élő népek, azért tegyük nem véletlen a, 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 a Ószövetségben gyakran találkozunk ezzel a fordulattal, hogy szemet szemér, fogad fogér. És most nézzük meg annak a mély kultúrának, annak a sok ezer éves mély kultúrának az üzenetét, ahová a magyarság tartozik. Az pedig úgy fogalmaz, a népmeséjén gyakran visszatérő fordulata, hogy jó tett helyébe, jót, jót vált. Illetve, és semmit nem. illetve a kereszténység egyik e... alapüzenet, a megdobnak kővel dobni e... má, Az egy e... már egy kicsit Hát emelkedettem, de egyrészt specifikusabb ennek következtében azért én tehát én maradnék a magyar népmese 5000 éves igazságánál. Jó tett helyébe jót vár. És nem foglalkozik a magyar népmese legbelső nép létértelmezési nép logikája azzal, hogy de rossz is van a világban. Nyilván ebben a fordulatban nincs benne a rossz kizárása, hiszen a jó az bizonyos értelemben azért mégiscsak a rosszal összevetve tud igazán jó lenni, hanem jó tett helyébe jót vár. Ez egyúttal arra is felhívja a figyelmet, és tulajdonképpen mind a ketten érintettétek ezt, és a migrációval kapcsolatban ezt aztán végképp nem lehet nem érinteni, már pedig ez most rendkívül súlyos és hihetetlen iszonyú szellemi ellentmondásba és csapdába ejti az egész világot egyébként, Azokat is, akik időben felhívták a figyelmet, a migráció, azokat talán kevésbé, ahová mi is tartozunk, a ahhoz a törpe kisebbséghez, akik időben felhívták ennek a rendkívüli veszélyességére a figyelmet, de sokkal inkább azokat, akik viszont magukhoz ölelt, Istenem, nincsen szebb dolog, mint a migráns és a többi, és most azért néhány, néhány elég súlyos következményével, és még el se kezdődött valójában, ahogy finoman céloztál rá, az a folyamat, amihez nincs elég sötét képzelőerünk. És ez, akárhogy is nézzük, arra vezethető vissza, hogy a modern nyugat, a nyugatias modernitás világa 5-600 évvel ezelőtt, ami akkoriban egyike volt a világ akkor is létező körülbelül 10 nagy kultúrájának, a legjelentéktelenebbek egyike, ezt azért tegyük mondjuk, hogy akkor Indiával vagy Kínával összevetve jelentéktelen semmi volt az a valami, ami a nyugat ami a nyugatot jelentette mondjuk 5-600 évvel ezelőtt, és ez a nyugat, összenyitotta a világot. Én változatlanul, úgy erőszakkal természetesen, Persze. elég brutális léterőszakkal és összenyitott, erőségen. és hát igen, Persze. most kezdett volna a következő. Azt azért halkan tegyük hozzá, ha legalább a hülyéje, már mint az európai keresztény fehér ember a saját hasznára, de nem a saját hasznára, hanem megbízásból követte el mindezt. Itt azért nem folytatnám tovább, mert ez már politikailag korrekt módon nem kifejthető, de stróman volt az európai keresztény keresztény fehér ember, és most szív tehát pontosan ez történik, hogy aki csinálta vele ezt, tehát aki rávette erre, az most valójában abból csinál fegyvert, ami ennek a pusztító következménye, ezt már érintettük néhányszor. Tehát én egyértelműen, és ez a tragédia aztán még inkább megerősíti bennem azt a régóta izmosodó hitet, hogy az egész emberi történelem legvégzetesebb tettét hajtotta végre megbízásból a fe európai keresztény fegyver hérember, amikor erőszakkal összenyitotta a világot, tudnélik az emberi létezés legvégső kulturális horizontját. Mindig és kizárólag ez így volt, ma is így van, meg így is lesz, az adott kultúra határozza meg. És az emberi létezés egyetlen, jól lehet, emberi biológiailag egyetlen fajhoz tartozunk, de az emberi létezés egyetlen normális. Mostanában sokszor újra, mondhatni kihívóan el kell ismételnünk a normális és a normalitás, a, amit éppen a, a legtöbb tökélet, tehát a, a, legsúlyosabb szitokszónak számít ma, ugye a liberális. Hát az virágen, egyenesen szélsőségesre, tehát szégyenre, akár nácinak is számít. Az, ki, van, aki szót emelt, az bújhatott, igen, tehát a kiszót szót emelt, és az, hogy gyerekeket csináljuk már, tehát szóval azért van normalitás. Igen, de a normalitás csak az adott kultúrán belül értelmezhető. Tehát az emberi létezés egyetlen létmódja csak is az lehet, hogy tudomásul veszük, szelítséggel, türelemmel, alázattal, hogy mindig is voltak és mindig is lesznek nagy kultúrák, és ezek a nagy kultúrák abszolút szabadon döntenek arról, hogy kívánnak-e bármilyen kapcsolatra lépni más nagy kultúrákkal. Azt mondják ez adott esetben, hogy ahogy így szemügyre vettelek. Igen, sok érdekes van benned, de tudod, én a magam részéről szerencsésebbnek látnám, hogy lehetőség szerint semmiféle kapcsolatot Ritkán ne tartsunk fel. Jussz, Egy mástól, tudomású tudomású veszünk, hogy te egészen másképpen látod az egész univerzumot, és benne az egész emberi létezés, de szerencsésebb dolog, hogyha meghagy kölcsönösen, kölcsönösen meghagyjuk egymás számára ezt a lehetőséget. És tényleg igaza van az Imrének megbízás és haszonszerzésből az európai keresztény magát kereszténynek hívő, már régen nem volt az, egy Kortez, egy Pizáró, egy Francis Drake, hát ne vicceljünk, tehát mi köze a kereszténységnek ahhoz a... Tehát egyszerűen ócska haramják voltak, tehát pusztító de ha, gyilkosok, hajó, hajó és egyébként... Jó, jó, de most tök... Jó, jó, hát a, a látvány technikai, mindent minden, igyekeztek elkövetni. Igen, csak egy fél a. mondat erre, hogy igen akik levágták most a csecsemők fejét, nyilván azt üvöltötték közben, hogy Akbar. Így van. Persze, csak persze, hogy tudjuk, de hogy mi közük van nekik egyébként Isten. A, a saját Istenüket tagadják meg, de, minél hangosabban üvöltik de a De éppen ezért, éppen ezért, Zsolt, én, én úgy látom, hogy az ember igazi tragédiája az, hogy végbe ment a világ összenyitása. Nem de, tudod, nem az, tudod most ebből is ez a káosz. Vele, most én, benne vagyunk ebbe, a, káosz, most már nem lehet visszacsinálni. Ebbe látom. De. Igen, mondja, én olyannyira egyetértek vele. Hagyj hozzak akkor ide megint csak egy bibliai példázatot. Hát nem erről szól a Bábel tornya? De hogy hát persze. nem megmondta az Úr? Persze. Ne építs égigérő tornyot! Ledöntötte, és összezavarta a Lász, nyelveket. 2001. 2001 szeptember 11-ig. Összezavarta a nyelveket, és azt mondta, hogy nem vagytok ti egy. Nem fogtok egy nyelvet beszélni, hanem akkor visszavonultok a saját kultúrátokba. És, és ott, ott türelemmel, szelítséggel, türelem -e alázattal. Alázatta, Egymást értek, elfogadva persze. értek. Ezt megtagadtuk. Megtagadta. Így van. Az az Európa. Az Bocsánat, a nyugat. Még csak nem is kell elfogadni, hanem tudomásul venni a Egy, másik létezését. Tehát, ezt tudomásul meg, vesz, Igazad veszem. van, az, az a nyugat, amikor, hogy is szólt ez a történelm könyvekben. A világ felfedezése Nagy és a gyar, felfedezések, felfedezések ja, kora és a gyarmatosítás azzal tagadta meg, és ma tagadja meg, ezt a bibliai példázatot, hogy más nem mondjak mondjuk a Facebookkal, meg ezzel az egész social media. Az ugyanaz a Bábel persze. tornya, zárójelbe zárva. De csak hogy tovább. Igen, mert igen, ezt, igen. ezt a úgy úgysem fogjuk tudni, igen, sem hát. megfejteni, sem igazságot osztani, csak iszonyodni fogunk tudni. Viszont van itt egy, egy racionális dolog a maga irracionalitásában, amiről talán mégiscsak tudunk valamit mondani. Leginkább az, az lesz majd a mondandom végén a kérdés, hogy vajon ezt is sikerül-e letuszkolni az, az emberek torkán. És akkor visszatérek a bevezető részben megfogalmazottakhoz. Szóval a gyerekek, ugye a rendszerváltás után körülbelül hány éve volt a rendszerváltás? Hát 33, most már 34. A rendszerváltás után nagyjából... 30 éven keresztül. Azt hallgattuk mi idehaza, hogy megint mi vagyunk ugye a, a legantiszemitább nép ezen a világon. Ha elmentél a Dohány utcába a zsinagóga mellett és csúnyán néztél, akkor biztos, hogy megírták valahol, hogy Magyarországon tombol az antiszemitizmus. Most megtörténik ez, a, ez ami megtörtént, és csak a, a, a legszámomra felfoghatatlanabb példát hagy hozzam ide. A Harvard Egyetem 36 különböző diák tanácsa, szövetségei szervezete, tehát még egyszer mondom, a Harvard kiad egy közös nyilatkozatot, amelyben megéljenzi a palesztínok tettét, és elítéli Izraelt. A negyven csecse, lefejezett csecsemő hullája fölött, a Hárvárt. Meg kell ismételnem magam. Ami volt valamikor a szovjet időkben, az most átköltözött Abszult. a neomarxista nyugatra. A és szerintem, ne legyen igazam, de nincsenek illúzióim, azok, akik ezt a nyilatkozatot kiadták. És mindenki más legkésőbb jövő héten fog alkalmat találni, hogy kimondja azt a mondatot, hogy Magyarországon Orbán alatt tombol az antiszemitizmus. Miközben lent az ablaka alatt arab csürhe azt üvölti, hogy mocskos zsidók, meg gázt a zsidóknak. Kérdése Sőt, Orbán vagy? politikája a felelős persze, ezekért persze, a szörnyűségekért is, persze. Meg az oroszok. Meg Megfejtették, hogy, megfejtett, hogy, hogy az oroszok hogy a felelősek, az oroszok. de akkor ők igen. most, ha, ez természetesen egy baromság, de ha kiinduló pontként feltételezük, hogy az oroszok a felelősek, és ezzel miközben ezt kimondják, ezzel párhuzamosan nyilatkozatokat adnak ki Palesztina mellett és Izrael ellen, akkor egy követ fújnak Putyinnal. Hát hol itt a probléma? Akkor miért nem éjjenzik meg Putyint? Akkor mi a bajuk Putyinnal? Zárójelbe, zárójelbe zárva. De a kérdésem mindkettőtökhöz ugyanaz. Sikerülni fog ezt megint letolni az emberek torkát? És mondjuk, mondjuk az lassan, legalábbis kívülről úgy tűnik, hogy agyhalottá váló nyugati tömegek holnaptól lelkesen azt fogják mondani, a németek, meg a franciák, meg a, amerikaiak, meg a kanadaiak, meg az ausztrálok, hogy hú, tényleg, éljen, Palesztina, Vessen, Izrael, büdös zsidók, mocskos zsidók, ja, egyébként Orbán antiszemita. Ezt is el lehet játszani? Még három mondatot, hogy tegyek már hozzá az előzőhöz, azért csak azt, hogy és nyilván, amit Imre mondana, erre ahhoz is felt feltehetőleg kapcsolható ez. Tehát, hogy elkövetődött a legszörnyűbb bűn, amit az emberi létezésben el lehet követni, hogy erőszakkal összenyitották az abszolút összenemilőt akkor is teljesen nyilvánvaló volt, és mindig is nyilvánvaló lesz, hogy tehát még egyszer elismételve, minden ember, aki valaha is élt a Földön, meg élni fog, legvégső horizontját az adott kultúra rajzolja ki. Pont ennyi. Tehát ő csak azon belül tud a normalitás, tehát mindaz az alapvető normák, a rend, hogy azért ezt is kimondjuk, tehát, tehát márpedig a, a, anélkül a rend nélkül a társadalom, az emberi társadalom egy rendkül magasan szervezett rendszer, amiben hihetetlenül kifinomult komplex rendnek kell érvényesülni, és minden ellenkező híreszteléssel szemben a rendnek vannak alapvető feltételei, vannak alapvető törvények, amelynek megszegése egy, nélkül a rendet egyet, nem lehet fenntartani. Egyetlen mondat, hogy mennyire igazad van, és aztán imre jön sőt, Imre jön már szinte végig, hogy mennyire így van, hogy a saját kultúrádat, ha éled, és nem vagy összenyitva azokkal, akikkel egyébként nem tudsz együtt létezni. És ha összekényszerítenek, bocsánat, abból robbanás lesz. lesz. Hát, hát most miért kell ezen csodálkozni, most hogyha kell, olyat kényszerítesz össze, ami kizárja egymást. Most akkor... kellene kötelezővé tenném én, hogy mindenki vegye elő az Ezer Egy égmeséjét ami ugye mi meseként olvastuk, egyébként az a, az, a, az, az, arab Filogosiai hagyomány, piadázatot. és a, mint a mi népmeséink, az, az a legmélyebb alapkultúrának és az alaptradícióknak az összefoglalása. Igen. Gyerekek, csak, csak a szimbád utazás. Minden szimbád utazás úgy kezdődik, hogy tengerjáró szimbád ült otthon Bászra városában. Palotájában gyönyörködött a táncosnők táncában, hallgatta a zenét, mézízű sörbetet és bortívott-e, elfogta a vágy, hogy megint világot lásson. Mikor lett ebb? és egyébként az összesben ott van ugyanaz a humanizmus, az irgalom, az ember szeretet, mint, mint bármelyik már. Mikor lett ebből ez a, ez a rothad halálvallás? hogyha zenét hallgatsz, levágják a fejedet. Mikor lettek ezek ilyenek? Hát nyilván azért, mert összevettek itt nincs. ma velünk. Abból csak káosz lesz, felbomlik Most lép, és most, most lesz, kezdve utálták, amit mi csinálunk, csak gyengének érezték magukat, most már erősnek érzik magukat. Itt az a kérdés, mert látom, eluralkodott rajtatok megint az abszolút, majdnem a defetizmusba hajló Hát Nem, látom nem, nem alaptalanul, bocsánat, nem akarom én ezt, nem alaptalanul. Ugye a kérdés az annyi, hogy vajon azok az európaiak, amerikaiak itt, de beszélünk inkább Európáról, Nyugat-Európáról leginkább, mert Európa se egység, és hát itt vagyunk mi például. Ott vannak az oroszok, meg még vannak egy páran, akik úgymond abból a normalitásból azért nagyon sokat meg, őriztük, ami az adott az kultúrák nem nagyon, ha a bázisán bázisán tenném, van, a nagyon ha, sokat nem Hogy a zsidóság sem egységes, ja, tehát azért Soros György és Kissinger -szem, Persze, ugyanazt világos. jelenti a legalapvetőbb no, kérdésekben, és izraeli no, társadalom no, sem egységes, no, no. az zsidó szóval, sem. Itt az a kérdés tehát, hogy most elérkezette az ideje annak, hogy az európai országokban nagy igény támadjon, Ugye annak idején mondták, hogy antiszemitizmus nincs, csak igény van rá. Ugye ez egy hülyeség, persze ilyen nincs. Ö, hogy igény támadjon arra a rendre, ami az adott kultúra bázisán épült föl, és évszázadok szolgált bennünket. Ez itt a nagy kérdés Európában. Na most nem tudom, hogy ezzel egyetértek, vagy nem, megkockáztatom, hogy vannak jelei is hogy ilyen igény van, és tömegessé kezd válni. Ámen. Tömeg, nem ámen, még, még De így, ámen, tudtá, legyen, ámen legyen. Az a helyzet, és tömegessé kezd válni. Na most, amikor ilyen, hogy mondja, bizonyos mennyiség szaporodik föl, még mindig nincs semmi, mindig nincs semmi, és akkor beindul a gyúl, el egy hirtelen meg nagyon nagy dolog történik, ugye? Hát ezt ugye magyarázzák, hogy a mennyiségi változások minőségbe csapnak, mit tudom én De van ilyen. Tehát van olyan, amikor fordulóponthoz érkezek, csak nem tudom, hogy nem késtünk el erről, mármint per Európa. Nem késtünk el erről, és hogy hirtelen azok a mechanizmusok fel tudnak és -e szabadulni az európai társadalomba, akik el tudják fogadni egyik napról a másikra, hogy na most rendnek kell Ez már lenni. csak azért is kérdés, már csak azért is kérdés, csak három mondat hozzá, ezt még az előzőhöz szeretem volna hozzátenni, hogy hogy itt nem megkerülhető, nem mondtuk még ki, pedig végül is arról beszélünk, az ön azonosság. Tehát a rend, tehát egy adott kultúrán belül az alaptörvények, amelyek fent, fenthatják a rendet, azok leginkább arra irányulnak, hogy tudjad, hogy ki vagy. Ki vagy, meg miért az, vagy a világban. Az, az Persze. hogy mit érzel, hogyan döntesz, és hogyan cselekszel ebben az életben, az azt határozza meg, hogy, hogy, mit, hogy mit akarhatsz ebben Na, a világban, nem beszélsz azt, te azt más, határozza meg. Csak Persze, csak az, az irányba határozza irányba meg, hogy forgattal. ki vagy. Hogy ki Kérdés, vagy? Igen. hogy ez a fajta érzésvilág, mondjuk egy némedbe a németségéből fakadó érzésvilág. Igen. Feltámad. Igen, el, Igen Imre, de ha 500, éve, ha 500, éve, egy láthatatlan erő láthatólag mindent megtesz annak érdekében, hogy össze-vissza keverje, Mertette. zavarja az Most identitásokat, a kavaráson túl vagyunk, ben vagyunk a, a tehát, hogy a legszülőbb káoszban vagyunk benne, és persze reménykedni kell, és talán lehet is abban, hogy ebből majd újra újra visszaveheted az eredeti, mert azt kéne megtalálni, tehát annak hát oda kell visszatalálni, a múltat nem végképp eltörölni kell, egyébként önmagáért beszél, meg felfedez. cancel Persze. culture, hát az, ezt, nem, ezt nem lehet félreérteni, hogy a múltat végképp eltörölni, meg cancel culture, I hát mémet. ő maga mondja ki, harcogva, hogy el akarom törölni a múltat, mert a múlt a hagyomány, és a hagyományban ott van az identitás, van, ott van az, most... az azonosságot, és hogy a magyar nyelv milyen zseniálisan, ezt ugye hát Zsolt mégiscsak nyelvész alapképzettségénél fogva, hogy milyen csodálatosan játszik ezzel, az id gyök, az egyértelműen az antik görögből jön, azt jelenti, hogy ön, identitás, az azt jelenti, hogy önmagával azonos, és a magyar nyelv ebből finom humorral legyártotta az idétlen kifejezést. Ki az idétlen? Hát az, akinek nincsen igye. Egyszerűen egy fosztóképző. tett Ina a görög. Vagyis össze-vissza össze ebben a világban. Tehát ezután ne csodálkozzunk azon, hogy habarékos katyvazban, tehát egy, egy életveszélyes, undorító hígmoslékban, lelki, erkölcsi, szellemi hígmoslékban szenved az egész ember is, mert a többség azért szenved, hát vannak, akik élvezik ezt a hígmoslékot, vagy legalábbis eljátszák azt, mert van az a pénz, Érdekből amire eljátszák. Van az, az a pénz, tegyük hogyha... hozzá, de abban a szent jó, a többség az érdekeik szemben... is veszélyeztetve vannak, jó, és ott remélem. is a nyakukon, és akkor azért ez a más. A többség szemben más csak az én alapvető kérdésem az, és már te is említetted, hogy ebből a katyvaszból, ami tehát legalább 5-600 éve csinálva van, és most már ez, ez a történés egy újabb letörés ebben, a, ami ennyi szóval nem fogja elősegíteni a normalitást, mert mindenkiben iszonyú az indulat, oda is vissza is, és nyilván fokozódni is fog, meg avatott kezek tesznek is annak érdekében, hogy ez, hogy ez fokozódjon, hogy ebből hogy nyered vissza az eredeti id entitásodat, tehát az önmagad való azonulás, tehát ebben a hát a hát indulattal az elgondoltad teli, von, ebben a elgondoltad volna, hogy a dolgok erre, az, ilyen irányba fajulnak? Nem. De ebből hát az indulattal teli káoszból, jó, de hogy ebből az indulattal, hát, igen, igen, ez igaz, de visszafelé csak úgy, hogyha a kíméletlen nyíltsággal Persze. feltárod az odautat. Tehát ne legyen Persze. semmi illúzió, hogyha továbbra is a politikai korrektség jegyében Persze, a, a lényegét a lényegét hagyjuk feltáratlanul az idevezető háromezer éves útnak, Na de akkor itt akkor senki de az nem fogja visszahutatni. Érdekvezérelt volt a politikai korrektség, pofázunk Nincs, arról, tehát vége, amiről pofázni vége, kéne, tehát Az esély urak. csak az adja, hogyha lá, hogy a mesében Jancsi és Juliska, hogy talál vissza, hogy Morze vagy Adrián, -e, Ariadné fonala, egyébként, tehát ott vannak azok a metaforák, amelyek leírják, hogy visszatalálni csak úgy tudsz, hogyha tudod, hogy hogy jutottál ide. Az a helyzet, hogy én mondom a végszót. Igenis. Egyfelől én meg, ha van bennem optimizmus, Néha nagyon utána kell néznem, de ha van, akkor az mégiscsak az, hogy az ingának mindig vissza kell lenni. És az optimizmusra nagyon nagy szükség Ebben van. a híg moslékban nem lehet az idők végezetéig élni, tehát persze. vissza kell találnunk a normalitás de. és az önazonos kultúra világába Ez van. az optimizmus. Az optimizmusom pici, hogy amit itt próbáltatok itt az imént pont hogy milyen lesz a visszaút. És sajnos nem lesz már idő, hogy hozzászóljatok. Hosszú, Azért és, a vég... hosszú és nem vértelen. <laughs> Azért mondom a végszót, hogy ezen majd még mindenki gondolkodjon. Tehát néha a következő rémlik föl bennem. Mondjuk, amikor meghallgatom ezt a nem tudom kicsodát, aki ezt mondta, hogy Izrael az igen, első igen. volt, és majd jöttök ti is, és keresztény árulók se lesznek és hogy Európát újabb terrorhullám fogja elérni, és mondjuk ma reggel, hogy ez a beszélgetés zajlik, elolvasom a hírekbe, hogy a német iskolákban az alap kisgyerekek elkezdték összeverni a német meg a zsidó társaikat, a tanárbácsi meg fölhívta a központot, hogy most mit kell csinálni. Politikai korrekt módon. Kurva jó! Szóval az iszonyodásom az az, hogy ha visszaút, ha, ha elképzelem, hogy lesz egy terrorhullám, vagy mondjuk egy németnek a gyerekét agyonverik, Isten ne adja, vagy többet, és el, valakibe eltörik a pálca, és, és majd a németek kimennek az utcára, és elkezdenek Berlin utcáin arabokat agyonverni, meg agyonlőni, ami most ilyen utópiának tűnik, Ez bent de miért is, van, is, van, is van, tűnik persze. utópiának? És ugyanezt ja. megteszik a franciák, mert érzelmileg olyan helyzetbe hozzák őket, hogy nem tudsz már mit csinálni és majd akkor megint hullahegyeken keresztül fogunk visszatérni az önazonosságba. Na ezt marha jól értem. Például a skót miniszterelnök, csak azért, Igen. hogy kót miniszterelnök is. Köszönöm akkor... szépen, hogy itt voltatok. Messzire nem jutottunk, de legalább kibeszéltük magunkból egy csomó mindent. Köszönjük a figyelmüket, jövő héten találkozunk, viszontlátásra, viszonthallásra.